Az új pályázati felhívások a 2021-es mintát követik, megtartva a struktúráját, és csak egyetlen új, gazdasági jellegű alprogrammal fogják kiegészíteni a testvértelepülési programot. A pályázati felhívások idén is 6 alprogramot, alcsoportot érintenek, mondta Potápi Árpád János. Ebből 2 alprogramot már meghirdettek. A keretösszegünk 1,5 milliárd forint az elsőnél, összesen egyébként 2 milliárd forintról beszélünk, az elsőnél 1,5 milliárd forint, egy-egy szervezet 300 ezertől 5 millió forintig tud pályázni. Ez vonatkozik ugye a fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre, és ez egy 100%-osan vissza nem térítendő támogatás. December 31-ig lehet benyújtani a pályázatokat, és a megvalósítást pedig a következő év január 1-e és december 31-e közé kell betervezni. A másik felhívásban rendezvényekre lehet támogatást igényelni. Itt a keretösszeg 500 millió forint, és egy-egy szervezet maximum 1-1 millió forintot nyerhet el. Az igénylési határidő január 15-e, a megvalósítási időszak pedig ugyancsak a következő év. A nemzetpolitikai államtitkár arról is tájékoztatott, hogy a Kárpát-medencei testvértelepülési programot is kiírják még ebben az évben. Az új elem ebben a testvértelepülési pályázatban az, hogy megjelenik itt is a gazdasági szál, nem csak a magyar-magyar közösségi kapcsolatoknak a támogatása, hanem a gazdasági kapcsolatrendszernek az erősítése, vagy pedig a kiépítése. A testvértelepülési program új elemének célja, hogy a támogatás révén üzleti kapcsolatok, gazdasági együttműködések jöjjenek létre.